De jellemzően cégeknek tartasz tűzvédelmi oktatást, meg építesz ki tűzvédelmi rendszereket, ha jól tudom, de kérlek, ezt mondd el a saját szavai de meg egészítsd ki az én hiányos ismereteimet, hogy mit is csinálsz te, mint tűzvédelmi szakember? Hát ö, elsődlegesen ugye tűzvédelemmel foglalkozunk, és a tűzvédelem, azt tudni kell, hogy egy, egy eléggé sok szakákból álló ö, dolog, ami az embereknél nagyon-nagyon fontos tud lenni. Foglalkozunk mi ipari létesítmények tűzvédelmével, tűzvédelmi berendezések telepítésével, ide tartozik a tűzjelzőközpontok, tűzgátló szerkezetek, hő- és füstelvezető rendszerek. Foglalkozunk oktatással is, és ugye ezek ipari létesítmények, de ugye nem hagyhatjuk figyelmen kívül magát az embert, a magánembereket.